A Magyar Kultúra Napja alkalmából országszerte számos helyen ünnepségeket, kiállításokat rendeztek, így ez a jeles alkalom Bánhorvátiban sem maradhatott el. Január 21-én ünnepi műsorral és kiállítással fogadta a település az érdeklődőket. Többek között bemutatkozott a helyi óvoda és iskola, valamint a bánhorváti népdalkör. A rendezvény jelentőségéről Földvári István polgármesterrel beszélgettünk. Nagy örömömre szolgál, hogy Bánhorváti megint egy olyan helyszíne, egy olyan eseményből kifolyólag ennek a talán az ölt földrészre kiterjedő ünnepségnek, visszaemlékezésnek hagyományos, ma már hagyományossá vált kultúra napi együvé tartozásnak, amivel ismét talán egy kicsit az emberek közelebb kerülhetnek egymáshoz. Barkó kiállítással, a zenével, a tánccal, a ruhákkal, a dalokkal, a versekkel, a bemutatott kicsi filmmel talán egy ilyen embernek fontos belső érzést is elplántáltunk, aminek eredménye jövőre, 10 év múlva, 100 év múlva talán meg lesz a akkor itt élő emberekbe, hogy ugyancsak folytassák tovább azt, ami a magyar kultúrát jelenti. Összességében úgy gondolom, ennyivel tartozunk a Magyar Kultúra Napi megemlékezésnek, és még egyszer köszönöm ennek a lehetőségét, egyrészt, hogy elmondhattam, másrészt meg annak az embereknek a közreműködését is önök által köszönöm, akik ezt létrehozták. A színes műsorok mellett a Barkóság is bemutatkozott, divatbemutató és kiállítás formájában, melyre Pálmai Ilka segítségével került sor. Művésztánya Királydon található, 2012. novemberében nyitotta meg kapuit, és ami nagyon fontos, hogy a Hagyományok Háza segítségével sikerült egy Barkó projektet elindítanunk, Nyis ajtót a Barkóságra címmel, aminek az a célja, hogy fiatalokat bevonjunk, mesterségeket tanuljunk, és ápoljuk a hagyományainkat, a Barkó hagyományainkat. 4 mesterséggel indultunk el, hímzés, szövés, viseletvarrás és a bútorfestés. Hagyományok Háza mesterei jártak le hozzánk, és először gyűjtöttünk közösen velük, hiszen a Barkóság kapcsán 7 darab tárgyemlék található a Néprajzi Múzeumban. Úgyhogy nagyon fontos munka volt az, hogy a képzés részeként ne csak megtanuljuk a mesterségeket, hanem begyűjtsük a mintákat, és amiket mondjuk péntek-szombaton gyűjtöttünk mintákat, azokat feldolgoztuk másnap a képzésen. Ennek következtében rengeteg szép portékánk, használati tárgyunk van, egy picit a 21. századra formálva, hiszen nagyon fontos az, hogy tudjuk használni, élővé tegyük a népművészletet. A Barkók a Palócok keleti ágához tartozó népcsoport, egy nagyon-nagyon zárt közösség. Mi az Ózdi kistérségben dolgozunk, körülbelül egy olyan 15 településsel, de a Barkók egyébként felvidékre is átnyúlnak, úgyhogy 52 település tartozik egyébként összességében a Barkókhoz. Hát ami nagyon jellemző ránk, az a kendercsíkos szőttesek, tehát ugye én most a motivum világát tudom mondani, ugye mi ezzel foglalkozunk, nem a népszokásokkal, hanem kimondottan a népművészettel. A kendercsíkos szőttesek, amik közé mi hímzéseket teszünk, az nagyon jellemző ránk. Bútorokat egyáltalán nem találtunk, úgyhogy a Szent Simoni templomnak a fakazettái alapján dolgozunk, és minden, ami itt látható, itt a kiállításon Bánhorvátiban, az már egy megújított változat a Barkóságnak. Nagyon cifrák voltak a barkók, a nagymamám mindig azt mondta, hogy azok a cifra barkók, mi ezt sokkal letisztultabban jelenítjük meg, inkább a bordó, a sötétzöld, a kék, a sárga, a lila az, ami ilyen színekkel mi dolgozunk.